Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma október 1-e van, a Malvinok ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Beköltöztek Újvidéken az Európa Kollégiumba a gólyák. Mától 8%-kal emelkedik a kőolaj származékok, a dohány, az alkohol és a kávé jövedéki adója. Alekszandar Vučić szerint az elmúlt 15 év legnehezebb napjai állnak Szerbia mögött Koszovóval kapcsolatban. Utolsó vajdasági állomására, Szabadkára érkezett a Petőfi busz. Összesen 102 elsőéves hallgató írta alá a beköltözési szerződést az Újvidéki Európa Kollégiumban. Ünnepi műsor is volt. Fremond Árpád, az MNT elnöke, az itthoni ösztöndíj lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Az aláírt szerződések után már csak annyi feladat várt a diákokra, hogy átvegyék a kulcsokat, megismerkedjenek az épülettel, majd beköltözzenek a szobáikba. Surányi Ines az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karán folytatja tanulmányait. Szerettem volna itt maradni, tehát nem akartam külföldre menni, úgyhogy Újvidéket láttam legjobb választásnak, hogy az Európa Kollégiumot is nagyon sokan ajánlották, és nagyon barátságosnak mondták sokan, úgyhogy ez alapján döntöttem, hogy akkor én itt szeretnék tovább tanulni. A szabadkai Móra Ágota és Hegedűs Sára számára is egyértelmű volt, hogy az Európa Kollégiumot választják. Sok embertől hallottam a kollégiumot, szüleimtől, iskolában. Az első benyomások pedig, hogy nagyon szép, új, és hát meg sokkal olcsóbb, mint a lakás. Sokan mesélték, akiket ismertem magyar osztályokból, hogy jó, és hogy jól érzik itt magukat, és hogy jó a társaság, és ezért. Az Európa Kollégium kedvező feltételei és széleskörű programjai egyre népszerűbbek. Mi nagyon hálásak vagyunk ezeknek a fiataloknak és a családjuknak, hogy a szülőföldön történő továbbtanulás mellett döntöttek, és hálásak vagyunk természetesen az intézményünk irányába adott bizalmukért is. Mi ezt a bizalmat igyekszünk megszolgálni, minden lehető segítséget megadni nekik, hogy a felzárkózási folyamat is minél gördülékenyebben menjen, illetve hogy töretlenül haladjanak az a cél irányába, amiért tulajdonképpen hozzánk érkeztek. A kollégium legfőbb célja, hogy olyan körülményeket teremtsen a diákok számára, amelyek segítik őket a tanulásban. Emelte ki Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A várandi kiválósági ösztöndíjakat is kiírtuk azon fiatalok számára, illetve azon személyek számára, akik a doktori, illetve a magiszteri tanulmányaikat szeretnék folytatni. Ez egy olyan ösztöndíj, ami nagyon fontos szintén a vajdasági magyarság számára, és november közepéig tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének ebben az ösztöndíjban részesülni. Az ünnepi műsor keretében a kollégium diákjai énekeltek, szavaltak, valamint komoly zenei produkcióval is színesítették az eseményt. Mától 8%-kal emelkedik a kőolaj származékok, a dohány, az alkohol és a kávé jövedéki adója. Szakértők szerint az üzemanyagárak legalább 6 dinárral megugorhatnak, míg a cigaretta esetében a drágulás dobozonként akár a 10 dinárt is meghaladhatja. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább cigaretta 650 dinár fölé is emelkedhet. Az elektromos cigaretta utántöltők jövedéki adója is 8%-kal drágul. A kávékedvelők sem örülhetnek, ugyanis például a szemes kávé jövedéki adója kilónként 100,43 dinár, az eddigi 92,99 helyett. A pörkölt kávé esetében a jövedéki adó 9,30 dinárral ugrik meg, az összege pedig 125,53 dinár lesz.
Mától érvényesek az új nyugdíjas kártyák, a szépkorúak a kártya felmutatásával kedvezményekhez jutnak. Akiknek a havi járandósága 40 ezer dinár alatt van, pontokat is gyűjthetnek vásárláskor. 500 dináronként egy pont szerezhető. A kártya igénylése nincs dátumhoz kötve. Bárki, aki a későbbiekben válik nyugdíjassá, igényelheti azt. Eddig 920 ezer nyugdíjas igényelte, és több mint 650 cég csatlakozott országszerte a kedvezményrendszerhez. A nyugdíjasok duplán örülhetnek, hiszen mától 5,5%-kal megemelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A következő emelés, ami 14,8% lesz, január 1-én várható. Reggel 8 órakor elkezdődött a mezőgazdasági összeírás Szerbiában. Ez érinti a családi mezőgazdasági vállalkozásokat, a gazdasági társaságokat, a földműves szövetkezeteket, az olyan társaságokat, amelyek jogi személyként működnek, az agrárvállalkozókat, illetve olyan vállalkozásokat, társaságokat és jogi személyeket, amelyek ugyan más területen működnek, de tevékenységük érinti a mezőgazdaságot is. Országszerte 2850 összeíró járja a terepet, és felkeresnek minden gazdaságot. Büntetést rónak ki arra, aki megtagadja a válaszadást, vagy rossz adatot ad meg. Az összeírás december 15-ig tart. Ma temették el azt a három férfit, akit az észak-koszovói Bányszka faluban történt incidens során vesztették életüket. Alekszandr Vučić egy hét távlatából úgy nyilatkozott az esetről, hogy az elmúlt 15 év legnehezebb napjai állnak Szerbia mögött. Nyomatékosította továbbá azt is, hogy addig nem nyugszik meg, amíg ki nem derül az igazság a történésekről. A három férfi holttestét a Pristinai Igazságügyi Orvos Szakértői Intézet felboncolta, majd átadta az elhunytak hozzátartozóinak. A boncolási eredmények 15 nap múlva válnak ismerté. A három szerb férfi szeptember 24-én halt meg, amikor a szerbek egy csoportja és a pristinai rendőrség összetűzésbe került Bányszka faluban. Szerbiában szeptember 27-én egésznapos nemzeti gyásznapot hirdettek. Hét nap elteltével Alekszandr Vučić azt nyilatkozta, hogy 24 órán belül nyilvánosságra hozzák a koszovói szemtanúk bizonyítékait és vallomásait az esettel kapcsolatban. Ti pokušaji da čutimo na to kako su neki od Srba ubijeni, nisu uspeli, neće proći. I zato vas obaveštavam, a u roku od 24 sata ćete to moći da čujete i vidite. Mi imamo iskaze očevidaca, ljudi koji su bili na licu mesta i videli kako i na koji način su najmanje jedan ranjeni čovjek ubijen, zverski. I Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina. A koszovói feszült helyzet miatt az államfő több találkozón is részt vett a nemzetközi közösség képviselőivel. A számos nyugati reakció közül visszhangot váltott ki a Fehérház üzenete, amely azt állítja, hogy a szerb katonaságot a Koszovóval közös adminisztratív vonalra vezényelték. Ezt Vučić többször is tagadta, sőt azt mondja, a csapatok egy részét a térségből kivonta. A szerb és az orosz elnök októberben találkozhat Kínában az Egyövezet Egyút elnevezési fórumon. Alekszandr Vučić és Vlagyimir Putyin már megerősítették, hogy ott lesznek a távol-keleti tanácskozáson. Ez lenne a két vezető első személyes találkozása az ukrajnai háború kitörése óta. Sajtóhírek szerint a találkozó kedvező lenne a szerb államfőnek az előttünk álló választási kampányban, azonban nem küldene pozitív üzenetet a nyugatnak, főleg ebben a pillanatban, amikor még nem tisztázott az oroszok szerepe a legutóbbi koszovói eseményekben. A szerb elnök a kínai elnökkel, Xi Jinpinggel is tárgyalóasztalhoz ül.
Mától alacsonyabb kamatra számíthatnak azok a banki ügyfelek, akik első alkalommal vettek fel legfeljebb 200 ezer eurós változó kamatozású lakáshitelt. Az alacsonyabb kamat 15 hónapig, tehát 2024. december végéig lesz érvényes. A törlesztő részletek azért lehetnek alacsonyabbak, mert a Szerb Nemzeti Bank korlátozta a maximális kamatlábat. A bankok a megváltozott törlesztési feltételekről értesítést küldenek az érintett lakáshiteleseknek. 182 éves fennállását ünnepelte a Szabadkai Közkórház. Az egészségügyi intézmény felújítása várhatóan jövőre kezdődik el. A tervek szerint a kórház területén található 20 objektum mindegyike felújításra kerül, azaz mintegy 35 ezer négyzetméter. A Szabadkai Közkórház 182 éves fennállását ünnepelte. Dr. Sasa Dzselebdzsitja az egészségügyi intézmény történetével kezdte beszédét. A kórház igazgatója ezután az intézmény közelgő felújításáról szólt. A Szabadkai Közkórház teljes körű rekonstrukciója több mint 40 millió euróba kerül majd. Ceo projekat je već gotovi, nalazi se u Ministarstvu za kapitalna ulaganja investicije. Čekamo odobrenje Ministarstva financija i sredstva, nadamo se, ako Bog da, da već do godine počnu prvi radovi. A szabadkai önkormányzat 50 millió dinárt fordított a terv dokumentációk elkészítésére. A felújítás két fázisban fog zajlani. Prva faza, za koju je sve urađeno, obezbeđena građevinska dozvola i proceduralno se nalazi u Ministarstvu za upravljanje javnim ulaganjima na kontroli. Po mojim informacijama je sve u redu, čekamo samo odluku da se donese početak rekonstrukcije opšte bolnice Subotica. Za drugu fazu u toku je procedura ishodovanja građevinske dozvole. Prva faza znači obuhvata 32.000 kvadratnih metara, druga faza negde oko 3.000. Dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselőtestület elnöke kiemelte, hogy nem sok szerbiai város mondhatja el magáról, hogy 1841 óta van folyamatosan kórháza. Én azt kívánom önöknek, hogy minél kevesebb munkájuk legyen, és azt a munkát ugyanolyan odaadással és ugyanolyan szakmai színvonalon végezzék a jövőben is, mint ahogy azt tették az elmúlt években. Mi politikusok annyit tehetünk, hogy a tartományi, köztársasági és önkormányzati eszközökből segítjük ennek az intézménynek a fejlődését. A Szabadkai Közkórház az északi országrész egyik egészségügyi pilléreként működik, és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt több mint 300 ezer lakosnak 670 kórházi ágyjal, mondta Zorán Gojkovics, a tartományi egészségügyi titkár. A tartományi kormány 336 millió dinárral támogatja a Szabadkai Közkórház rekonstrukcióját. Nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, de nincs sok drasztikus intézkedések bevezetésére, emelte ki Danica Grujicic. Egészségügyi miniszter, a kórházban kötelező a maszkviselés, de mint hangsúlyozta az egészségügyi miniszter, nincs oka pánikra. Ennek ellenére a tárcavezető óvatosságra figyelmeztetett, ugyanis magas a tünetmentes betegek száma. Utolsó vajdasági állomására Szabadkára érkezett a Petőfi busz. A vajdasági Mozdulj Petőfi program sorozat részeként az elmúlt három napon Vajdaság 6 településére látogatott el a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Átröpülök hosszában hazámon című vándorkiállítása. A Petőfi busz az elsődleges tervek szerint Szabadka főterén állomásozott volna. Viszont műszaki okok miatt a bejáratot le kellett zárni. Ezért a bejárat előtt a Városháza Strossmayer utcai sarkánál leállva fogadta a látogatókat. A szabadkai és környékbeli tanulók interaktív módon ismerhették meg Petőfi életének különböző mozzanatait. Én őszintén nagyon meglepődtem, mivel nem ilyenre számítottam. Én azt hittem, hogy ilyen szobrokat vagy ilyesmiket fogunk nézni, és nem az, hogy egy buszba leszünk. Szerintem ez már egy nagyon modern, és tényleg nem gondoltam volna, hogy buszba leszünk. Szerintem nagyon jó kis előadás volt, és nagyon szépek a falak, és nagyon fel van turpózva az egész. Kedvenc vásárom úgy nincs, de szeretem Petőfit,
és jó vásai vannak. Meg nagyon tetszik ez a kiállítás. Mi az, ami leginkább megfogott itt? Hát nem tudom, mert még nem néztem körül, de minden szép. És neked? Hát, az előadás hogy tetszett? Szerintem nagyon jó az előadás. Nagyon tetszik. Több mint egy éve indult útjára a Petőfi busz, és Szabadka már a 219. település, ahová ellátogatott. Eddig mintegy 60 ezeren tekintették meg. A rendhagyó vándorkiállítással a Magyarország és a határon túli településeket járják körbe. A diákoknak éppen az interaktív forma miatt tetszik a tárlat. Mindenféle interaktív módokon több oldalról megközelítve, legyen például az mondjuk Júliával való szerelme, Arany Jánosra való barátsága, forradalmi idők, pesti divatlap, katonasság, nemzeti dal, gyerekkora, családja, szóval ezeket a főbb élet eseményeket emeli ki, mutatja be. Interaktív dolgok alatt azt kell elképzelni, hogy tabletek, vannak kártyák a falban, ami kihúzhatok, szóval igazából a gyerekek mindent végig foghatnak. A Vajdasági körút szervezője a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ volt. Ők biztosították a helyszíneket, az elszállásolást, és az iskolákkal is ők vették fel a kapcsolatot. Igazából ez úgy működött, hogy mi értesítettük az iskolákat az útvonal mentén, tehát nem csak azokon a településeken, ahol állomásozott az autóbusz, hanem a környezőkről is, és akkor így jelentkeztek 20-as csoportokban az iskolák általában. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Átröpülök hosszában hazámon című vándorkiállítását legközelebb felvidéki és muravidéki diákok tekinthetik majd meg. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Egésznapos programmal készültek a szervezők Topolyán a Vajdasági Magyar Táncház találkozó és sokadalom népzenei rendezvényre. Döntetlent játszott a TSC a Lucsani Mladost ellen idegenben. A II. Világháborúban a Belgrád melletti Jajinci településen csaknem 80 ezer szerb, zsidó és roma halt meg. Az emléknapon jelen volt Anna Brnabić is, aki megkoszorúzta az áldozatok emlékművét. Szerbia miniszterelnöke elmondta, megtiszteltetés számára, hogy részt vehet a megemlékezésen. Hozzátette, Szerbiában ez a hely, ahol a II. Világháború alatt a legtöbben vesztették életüket ártatlanul. Želim da upravo sa ovog svetog mesta poručim da Srbija nikada neće prepustiti zaboravu svoje, ali ni bilo čije druge nevine žrtve oružanih sukoba. Srbija je svesna da svaka žrtva ima identitet, ima ime i prezime, baš kao i što i svaki zločinac ima ime i neljudsku prirodu ispunjenu mržnjom i nasiljem. Robert Fico pártja az Irány nyerte a voksolást az előrehozott szlovák parlamenti választáson. Az aktuális feldolgozottság mellett a szövetség eredménye 4,4%-ra csökkent, vagyis a felvidéki magyar párt nem jut be a pozsonyi törvényhozásba. A második legtöbb eddig összeszámolt voksot, a szavazatok 16,2%-át a liberális progresszív Szlovákia szerezte meg, a harmadik helyet pedig az Irányból kilépett. Péter Pellegrini volt miniszterelnök vezette hang szerezte meg, 15,3%-os eredményt produkálva. Az eddig nyilvánosságra hozott részeredmények szerint összesen 7 párt jut majd az új pozsonyi törvényhozásba. Forró Krisztián, a Felvidéki Szövetség elnöke közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a szlovákiai parlamenti választások eredménye kapcsán, amely ugyan jelentős támogatottságot hozott a pártnak, de az nem lesz elég a bejutáshoz. Úgy fogalmazott, történelmi eredményt értek el, a siker mégis elmaradt. Hozzátette, ennyi szavazatot, mióta az egységes MKP ketté szakadt, magyar párt nem kapott, és a párt elnökére sem szavazott ennyi ember. Forró Krisztián aláhúzta, bár igyekezett mindent megtenni a sikerért, hitt is abban, de nem sikerült a parlamentbe jutás, és ezért a politikai felelősséget vállalja.
Vasárnap reggel két ember terrorcselekményt hajtott végre Ankarában, közölte Törökország belügyminisztere. Helyi idő szerint reggel 9:30 körül lövöldözést, valamint egy hangos robbanást lehetett hallani Ankarában a török belügyminisztérium, valamint a török parlament közelében. A török belügyminiszter nem sokkal később azt közölte egy közösségi médiás posztban, hogy terrortámadás történt az épületnél. Állítása szerint két terrorista parkolt le autóval az épület előtt, akik közül az egyik felrobbantotta magát, a másikat pedig semlegesítették. Hogy a semlegesített személy meghalt-e vagy elfogták, azt egyelőre nem tudni a bejelentés alapján. A miniszter hozzátette, a robbantás miatt két egyenruhás és könnyebb sérüléseket szenvedett, nekik jobbulást kívánt. Kijev és Moszkva dróntámadásokkal vádolják egymást. Az ukrán légvédelmi erők azt állítják, hogy legfeljebb 30 orosz drónt lőttek le az éjszaka folyamán, míg az orosz fél arról tájékoztatott, hogy 6 drónt semmisített meg két orosz régió felett. Szaporozsje körzetében gránát hullott Málá-Tokmacska településre, aminek következtében életét vesztette egy 61 éves lakos, egy 66 éves asszony pedig megsebesült. Az éjszakai orosz rakétatámadás során Zaporozsje területén további 7 személy sérült meg, és 16 bejelentést kaptak lakóépületek, illetve közműlétesítmények megsemmisítéséről. Nagy-Britannia az ukrán háború kezdetétől több 10 000 ukrán katonának tartott kiképzést. A brit védelmi miniszter szerint megfontolandó az a lehetőség, hogy Ukrajna területén is részesülhessenek brit kiképzésben az ukrán katonák. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ezzel kapcsolatban kijelentette, a brit instruktorok Ukrajnában az orosz hadsereg legitim célpontjai lesznek, és úgy fogalmazott, hogy a NATO idiótái a harmadik világháború felé sodornak bennünket. Egész napos programmal készültek a szervezők Topolyán a Vajdasági Magyar Táncház találkozó és sokadalom népzenei rendezvényre. A Topolyai Mezőgazdasági Iskola sportcsarnokában megtartott eseményen a vajdasági népzenészek, a néptáncosok és a népi kézművesek minden korosztály számára változatos műsort kínáltak. Először került megrendezésre Topolyán a Vajdasági Magyar Táncház találkozó és sokadalom. Az erre a célra kialakított folkcsarnokban egész napos kirakodóvásár, népművészeti kiállítás és néptáncoktatás várta az érdeklődőket. Gyermek és ifjúsági programokat, mese délutánt és néprajzi bemutatót is szerveztek. Érezzük és értjük azt, hogy egyrészt lesz egy közösség, aki szakmai közösségként, tehát néptáncosként, vagy a táncházmozgalom tagjaként érkezik ide, és lesz egy közösség, aki civilként ezt az életérzés, vagy ezt az érték szemléletet megtapasztalni kívánó közösség. És azt akartuk elérni, hogy tényleg mindenki megtalálja mai napon a helyét, vagy ebben az idei táncház találkozóban és sokadalomban, és azt látjuk, hogy minden helyszínen tényleg telt ház van. Folkuckót, a folkcsarnokban egy kupuszini tiszta szobát, az udvaron pedig egy folkocsmát is berendeztek, ahol kedvükre táncra perdülhettek az egybegyűltek. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a hazai hagyományőrző egyesületek, falvak be legyenek mutatva. Így esett a választásunk Bácskártesre, és hoztunk ide egy tiszta szobát, amit ugye bemutatott Csizmadia János, valamint Kupuszináról megismerkedtünk a rétessel, a pálinkával, a mesemondó Toldi Istvánnal. A gálamisor a Vajdasági Magyar Néptánc Együttesek közös produkciója volt, amely az aldunai székelyek idetelepülésének 140 éves jubileuma jegyében készült. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvényének társszervezője a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ volt. A Fidesz ferencvárosi tisztségviselőit és aktivistáit látta vendégül a Szabadkai Városházán dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselőtestület elnöke. Facebook bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Budapest 9. kerülete, Ferencváros, Magyar-Kanizsa testvérvárosa. Mint írta, ő maga is számos ügyben együttműködött Ferencváros korábbi jobboldali polgármesterével és csapatával.
Ha valaki a ludasi betyárnapokat említi, akkor a jó hangulat, a finom ételek és programok sokassága jut először eszünkbe. Vasárnap a kora délelőtti órákban már rotyogtak a finom ételek a vásártéren, közben gyermekvetélkedővel, lovasbemutatókkal és játékokkal folytatódott az esemény, de kirakodó vásár is színesítette a napot. Jó hangulat, egésznapos program, kellemes időjárás, sok ember és finom ételek. Így lehetne jellemezni a 16. ludasi betyárnapokat. A vásártéren 52 bográcsban rotyogtak a finomságok, aki pedig versenybe is akart szállni, marha és sertéspörköltet készített. A Palicsi Sziki Travel és a Robi Szervíz csapata 17 fővel érkezett, mivel tavaly az első helyet érdemelték ki, így idén is nagyok voltak az elvárások. Ebben a pillanatban káposztasaláta készül, amit ecettel és cukorral vagy sóval ízesítünk. És hát milyen paprikást vagy pörköltet készítettek itt? Pörköltet, méghozzá marha pörköltet főztünk a mai nap folyamán. És ha jól láttam, akkor kukoricát is készítettek még? Igen, az pedig ilyen desszert a pörkölt mellé. Csupa finomságok készülnek. Hát az, hogy hogyan, azt nem szeretném elmondani, mert az első helyet ezt nem szoktál sose, ez mindig titok. A szeretet van benne, az a lényeg. És a jó hús, és a jó összetétel. Hány bográcsban rotyognak itt a finomságok most, és milyen a csapat, a hangulat? A hangulat az nagyon jó, alkohol van minden mennyiségben, úgyhogy ez nagyon jó, az a lényeg. De a lényeg az, hogy egy bográcsunk van, a fő bográcsunk, a paprikásunk. Milyen lovas, illetve betyárnap az olyan, amelyen nincs elegendő egyikből sem? Hát a ludasi nem ilyen volt, hiszen itt bőven voltak betyárok is, és lovasok is. Mint ahogy az mögöttem is jól látható, ameddig az ügyességi játékok folynak, addig a kicsiknek is lehetőségük volt akár pónilovaglásra, akár pedig a nagyobb lovakra is fel tudtak ülni, és azon is tudtak lovagolni. Az ügyességi játékokon a lovasoknak különböző feladatokat kellett teljesíteniük. A Vajdasági Magyar Szövetség minden ilyen esemény mögé teljes mellszélességgel odaáll, emelte ki beszédében Gyivánovics Dániel, a VMS Szabadkai Városi Szervezetének elnöke. Az egész, hogy itt vagyunk, és hogy ennyien vagyunk itt, és itt vagyunk ludasan, ez azt tanúsítja, hogy itt él még egy tenni akaró, szívós magyar közösség, ami megszervezi ezt, és létrehozza, és aki azt mondta, hogy itt van itthon, hogy itt a hazája, és hogy itt szeretne boldogulni. És itt vagyunk, és ez a lényege a létezésünknek. A településre látogatókat kirakodó vásár is várta, akik pedig a nézelődésben megéheztek volna, különböző édes és sós ételek közül válogathattak. Az egyik legnagyobb rendezvényünk, a legtöbb embert vonza, a legnagyobb szórakozás, egésznapos családi program, a gyerekek is itt vannak a körülöttünk, mindenki jól érzi magát. Az egész falu részt vesz a rendezvénynek az előkészületében. Az eseményen 200 dinárért tombolát is lehetett vásárolni. A főnyeremény egy szárítógép volt. Több mint 10 ember életét vesztette, és többen megsérültek egy diszkótűzben a délkelet spanyolországi Murciában. A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz reggel 6 óra körül keletkezett, a lángok megfékezése közben a tűzoltók az épületben eddig 6 holttestet találtak. Egyelőre nem kizárható, hogy a halálos áldozatok száma növekedni fog, mivel több eltűnt szemét is keresnek. Füstmérgezés miatt 4 ember szorult egészségügyi ellátásra, a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Három vajdasági lovas és lova versenyzett a Nemzeti Vágta délelőtti közép döntőiben Szilvásváradon. A Kishuszár Vágtában a Kishegyes színeiben versenyző Csörgő Lilien Bohóc hátán második lett, akárcsak Cékus Noémi Szabadka színeiben Májboly Lakály nyergében. Egy hajszállal ugyan, de a második helyen végzett az Adorján színeiben lovagló Zborai Viktória Licsino London nevű lovával, de mivel a döntős Sepsi Szent György lova megsérült, így legjobb másodikként Zborai Viktória indulhatott a döntőben. A Nemzeti Vágtát Kecskemét lovasatót Tamara nyerte, az Adorjáni lovas pedig a harmadik helyen végzett. Most nézzük meg a Duna Televízió felvételét a Nemzeti Vágta döntőjéről.
És ez egy jó start lesz. Elindult a 6,5 körös száguldás, és Ács Teszér Vörös Tamarával, aki már kis huszár vágtat, tudott nyerni. Most a felnőttek között ott van, és vezet. Mögötte kívül jön Szent Király. Ács Teszér, Szent Király, és közöttük jön Galaxy. Jön ez a fantasztikus ló, aki tavaly győzött, és most már Kecskemét átveszi a második pozíciót a mezőny végén Adorján, aki szerencsés vesztesként itt van a döntőben, hiszen Semsi Szent György nem tudott starthoz állni, és folyamatosan támad Kecskemét. Jön Kecskemét, és Kecskemét át fogja venni a vezetést 5 körrel a vége előtt. A favorit most már az élen vezet a fiatal Tóth Tamarával, aki szintén lovagolt már a kishuszár vágtán, és van galoppos előtapasztalata is, hiszen versenyistállót erősíti munkalovasként. De hát ez egy teljesen másik verseny. Ez a nemzeti vágta, és tudja növelni az előnyét, és Galaxival nem bíz semmit a véletlenre. Fogja-e bírni? Még 4 kör van hátra. A második helyért úgy tűnik, hogy nagy csata lehet, hiszen ott van Ács Teszér Vörös Tamarával. A két Tamara fantasztikusan fut. A harmadik helyen pedig Szent Király és Csiki Árpád. Kecskemét óriási előnnyel vezet, és a második helyért lehet majd nagy csata, hiszen megkezdi Adorján az árkozás Boraj Viktoriával. Egyelőre nagyon szép és nagyon tiszta verseny, de még csak most hagytuk el a fél távot. 3 kör van hátra. Hol vannak a kecskemétiek? Mert a kecskeméti ló egyelőre nagyon-nagyon erős, és neki lehet drukkolni, hiszen lehet, hogy meg fogja nyerni. Neki van a legnagyobb sorsza arra, hogy megnyerje a 2023-as nemzeti vágtát. A második helyért továbbra is óriási csata lehet majd, hiszen Ács Teszér most még a második, Szent Király a harmadik, és jön Adorján. Egy kör még mindig hátra van, illetve 2, hogy egész pontos legyek, remélem a lovasok jól számolnak. Vezet továbbra is Kecskemét. Kecskemét egészen fantasztikus. Kecskemét az élen. Kecskemét vezet, mögötte Ács Teszér, majd jön Szent Király, és a negyedik pozícióban pedig Adorján. Másfél kör van még hátra a versenyből, hölgyeim és uraim, és jön a verseny utolsó köre. 2023-ban Kecskemét hozza a mezőnyt a befutóra. Vezet még mindig Kecskemét, de úgy tűnik, hogy talán egy picit jönnek rá többiek, elsősorban Ács Teszér. Kecskemét vezet, Kecskemét az élen, és ismét megpróbálja Tóth Tamara egy utolsó nagyon gyors félkör kérni tőle, hogy ez egy fantasztikus verseny legyen. Győztesnek lenni dicsős lehet-e szer célja magyarnak? Kecskemét Ilo megnyeri a vágtát! Győz Kecskemét Tóth Tamarával, a fantasztikus Galaxy a tavalyi versenyt követően idén is nyer. Ács Teszér, Adorján, Szent Király tették felejthetetlenné ezt a fantasztikus döntőt. Új település, Bács-Kiskun megye székhelye, Kecskemét a győztes. És focival megyünk tovább, döntetlent játszott a TSC a Lucsani Mladost ellen idegenben. A topolyai csapat fél órai játék után megszerezte a vezetést, amit egészen az utolsó percekig sikerült is megőriznie. Végül azonban a hosszabbítás második percében Tomba Sevétje egy fejes góllal egyenlített, így alakult ki az 1-1-es végeredmény. A TSC az eddig lejátszott 8 bajnoki mérkőzésen 20 pontot gyűjtött, amivel az első helyen áll a tabellán. A topolyaiak csütörtökön a görög Olympiakos ellen lépnek pályára a TSC arénában az Európa Liga csoportkörének második fordulójában. Eddig tartott a híradó, nézzük még egyszer a nap kiemelt híreit röviden. Beköltöztek Újvidéken az Európa Kollégiumba a gólyák. Mától 8%-kal emelkedik a kőolaj származékok, a dohány, az alkohol és a kávé jövedéki adója. Alekszandar Vučić szerint az elmúlt 15 év legnehezebb napjai állnak Szerbia mögött Koszovóval kapcsolatban. Utolsó vajdasági állomására Szabadkára érkezett a Petőfi busz. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!